A több napos In Memoriam Csontváry rendezvénysorozat október 19-én szombaton is számtalan különlegességgel, érdekességgel várta a látogatókat. Délelőtt a gyerekeket Csontváry puzzle és színelméleti foglalkoztató várta. A felnőttek számára pedig megnyílt egy új hely a Bercsényi utca 10 szám alatt. Sarokpont 10 néven kapcsolódott be a környező utcák kulturális vérkeringésébe. Az átbrűt nyitott festőműhelyben korosztályi megkötés nélkül alkothatott bárki. Az alaksori rész pedig egy kiállításnak adott helyet. Az Erdbrüt Jean Dubuffet-től ered ez a fogalom, nyers művészet a magyar jelentése. Jean Dubuffet-ről tudni kell, hogy pszichiátriai betegek művészetét kutatta és ezzel foglalkozott, és ő adta ezt a fogalmat ezeknek a nyers, naív műveknek. A Moravcsik Alapítvány üzemelteti az Artbrut galériát. Az alapítvány pedig pszichiátriai és mentális betegséggel élők rehabilitációjával foglalkozik. Jelenleg 20 főből áll az alkotóközösség, és ezek közül 13 oszlopos tag vett részt a kiállításon. Hát este pedig az egyik koronája ennek a rendezvénysorozatnak, amikor Csontváry emlékére egy új zenemű születik. Ezt még senki nem hallotta, Pap Sándor Brácsa művész komponálta, és kortárs táncszínházi előadás övezi, pluszban is vetítés. Akik pedig este 7 óra után a Gárdonyi tér környékén sétáltak, fényfestésben gyönyörködhettek. Csontváry egykori műterme fölötti homlokzatára tervezték a látványos vizuális showt az alkotók.